És akkor most következő lesz, kedves vendégeink, hogy inni fogunk folyamatosan, csak közben mindig elénekelünk egy-egy nótát. Úgyhogy akkor a vőlegének a nótája az nem más, mint az lesz, hogy kukorékol a kiskakas. Kukorékol a kiskakas. Aki tudja, énekelj együtt vele. Mindenki sorra fog kerülni. A következő nóta, kedves mennyasszonyunké fog lenni. Asszony, asszony, haladj el! Kedves egészségére. Asszony lettél, úgyhogy most már életed? Mindenki iszik. A vendégek is isznak, nem csak üldögélnek. És most a nász nagyon következnek. Azt mondom, hogy 10. Plusz. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100-ból csókolják egymást, úgy még egyszer, így bizony, és akkor azt a násznagyok egészségére isszunk. Isten édes a násznagyokat. Nem fogy a főfény bora. A főfény nem iszik. Hát akkor a szülők nótája az lesz, hogy pénztárcának üves, a versenye sokább, az versenye vár. Hiába csűröm, csavarom, akarok, mégsincs úgy,
mutassam. És a következő nótát a vendégeknek szeretnénk énekelni. A vendégeknek a nótája az lesz, hogy abár, ha jó érezik magad, hogy innét nem akarunk elmenni, tehát nem, nem, nem. Nem, 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 és akkor a vendégek kedves egészségére, de nem látom a poharakat. Hát ez a... Most már inni kell, előkerült minden, úgy látom. Hát akkor a vendégek egészségére is iszunk. Van itt olyan pár közöttünk, akik tegnap ünnepelték az 5 éves házassági évfordulójukat? Van. Hoppa, pont 5 éve. Jóban voltam baszva, de mit érzem? Hát nem különbő, mint most. Hát akkor már 5 éve volt. Volt, de fiatal voltam akkor még. Jó megöregettél. Úgy nézem, te is. Sőt, most már van súlyos. Nem, ő fényöregedett, igaz? Úgy a fogadjátok szeretettel. Kedves testvérektől egy kis csekély ajándékot. Szóljátok át, és utána egy nótát is fogtok majd kapni mellé. Csak egyet. Nem egyet. Szerintem a nóta nem egy szám. És az elmúlt 5 évben van-e olyan, amit az asszonynak meg kéne bocsájtani? Nincs. Olyan nincs, hogy nincs. Már pedig van. Önként egy dologba mentél akkor is. Van neki mit megbocsájtani? Van. Egy jó asszony ilyen, egy jó asszony mindent megbocsájt, ugye? Hát akkor nézzük. Hosszú volt az éjszakon, jó a társaság. Egy kísérben csak a fog, nem vigyáztam rá. Mindig megbocsájt nekem, most is megbocsájt
Köszönjük szépen, egy napsot kérünk szépen az édeseknek! Meg a 4 órásoknak!